Befolyásolja a kutya felnőttkori méretét az, hogy kölyökkorában hogyan tápláljuk? Jó a kérdés, nem befolyásolja. A felnőttkori méretek, tehát a magasság, az legfőképp a magassága, az nem befolyásoltatik attól függetlenül, hogy hogyan tápláljuk a kutyát. Két dolog változik a táplálástól. Az egyik a kutyának a mérete abból a szempontból, hogy milyen izmos lesz, mennyire kövér lesz. Tehát a szélső, a szélessége a kutyának, ahogy tetszik. Az izomkörméretei, a derékkörmérete, az más lehet egy ilyen, meg más lehet egy olyan táplált kutyának. De a magassága, azok a paraméterek, amelyek a genetikai kódban meghatározottak, azok nem fognak változni. A másik dolog, ami változik, tehát a körméreten kívül, az a fejlődésnek a gyorsasága. Nem tudok itt most hosszabban belemenni abba, hogy a törzsfejlődés során ez miért így alakult, de higgyék el nekem, hogy a törzsfejlődés során arra kényszerítettük a domestikált kutyát, hogy minél gyorsabban fejlődjön ki, és ne 15, 16, 18, 20 hónapos korára legyen érett, felnőtt, hanem 6, 7, 8 hónapos korában már legyen érett. Sajnos ez így alakult, és ebben nagyon sok problémát generáltunk önmagunknak. Én ortopédus állatorvosként nagyon sok problémát látok ebben, hiszen a nagytestű, óriástestű kutyáknak a túlzott, hajtatott növekedése, vagy a hajtatott nevelése, amit leginkább a táppal tudunk befolyásolni, és a táppal tudunk előre vetíteni és létrehozni, az nagyon sok problémát generál, nagyon sok ortopédiai problémát okoz. Tehát ez a másik, amit változtatni tudunk az etetéssel, tehát a sebességét a növekedésnek, illetve a körméreteket tudjuk változtatni. A sebessége az olyan szinten változhat, hogy ha tényleg úgy meghajtjuk a kutyának a növekedését nagyon speciális, nagyon erős tápokkal, hogy olyan szituációt hozunk létre, akár mint a broiler csirkének a nevelése során, akkor 6-7-8 hónapos korára készen lehet az olyan kutya, fölnövekedhet, teljesen lezárnak az epifízis fúgák, nem fog már növekedni, kész. Ez a rövid idő viszont olyan terhelést ad a csontozatnak, szalagoknak, az izületeknek, hogy azok nagyon gyakran károsodnak, és akár egy életre károsodnak, úgyhogy erről mindenképpen itt is, ezen a fórumon is megragadva a kérdéstben rejlő lehetőséget szeretném kifejezni az óhajomat és a kívánságomat, hogy ha lehet, akkor ezt a fajta erőltetett, hajtatott nevelés semmiképpen ne végezzék a felnövekvési idő alatt nagytestű, óriástestű kutyán. Kistestű kutyánál semmi ilyesmi általában nem szokott előfordulni. Ott ez a hajtatott nevelés és az abból adódó ortopédiai problémák azok nem szoktak jelentkezni.